Vadludak a tavon, még pihennek. A Velencei tó legnagyobb látványosságára készülünk, a vadlud behúzásra. A Dényési tanösvényen sétálunk, elképesztő a látvány, 20 000 vadlud száll föl mindjárt a tóról, és az éjszakázó helyükre repülnek. Sok volt a madár? Rengeteg madár van ott a tavon, milyen madarak ezek? Libák. Igazi libák? Vagy libák? Igen. És mennyien vannak? Hát általában úgy 20 000 szoktak lenni ott a tavon. Oké, akkor izguljunk, hogy jöjjenek sokan. A madár vonulást a magas lesről is megfigyelheted. Most indulnak, Feri, ugye? Indul egy csapat, igen. Indul egy nagy csapat. Igen. A reggeli vadliba húzás arról szól, hogy ők kimennek például kukoricatarlóra, és ott reggeliznek egy jót, aztán bejönnek délelőtt. Tehát, hogy 10 órai tájban, akkor ők már nagyon jól laktak és bejönnek. Igen. Egy kicsit itt a Dényési fertő. Kicsit iszogatunk, kicsit pihenünk, és megbeszéljük a további teendőket, mert a ludak nagyon szeretnek beszélni, ugye? Igen, hallom! Hú, micsoda hangzavar, elhúztak, mint a vadlibák.